Na, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy fontos eseményre érkeztünk, amely egy nagyon fontos sportágnak a bemutatásáról szól, valamint Erdei Zsolt, azaz Madár Ökölvívó Akadémiájának a megnyitásáról is szól. Egy olyan sportágról van szó, amely esetében valóban igaz az a mondás, hogy adni jobb, mint kapni. Tehát most a sakkhoz képest még azt is hozzá tudnánk tenni, hogy két sportág van, nagyon-nagyon közel egymáshoz, ez a sakk és az ökölvívás, mert ez a két sportág az, amely legjobban megmozgatja az agyat. A helyzet az az, hogy 16 kiemelt sportágat támogat a kormányzat, az ökölvívás is köztük van, és a MOB-bal közösen döntöttük el azt, hogy mely sportágak részesülnek a kormány által kiemelt támogatásban, és az ökölvívás egy percig nem volt kétséges, hogy közöttük lesz ezen kiemelt sportágok között. Amennyire én végignéztem és elnök úrral egyeztettünk annak idején, Csötönyi elnök úrral, évente általában olyan 70 millió forintból működött az Ökölvívó Szövetség Magyarországon. Viszonylag még az egy elfogadható összeg volt, amikor tehát állami támogatása. Ez a támogatás jelentős mértékben növekszik. Az elmúlt évben mintegy 300 millió forintos támogatásban részesült, és ebben az évben 524 millió forintot kap a kormánytól az Ökölvívó Szövetség ez év első fél évéig. Összességében 2020-ig terjedő időszakra a sportág fejlesztésének az igénye és az általunk elfogadott igény mintegy 5,7 milliárd forintos támogatást jelent, tehát soha korábban ilyen mértékű támogatásban a magyar ökölvívás nem részesült, mint a mi kormányunk időszak alatt. Ugye tudják önök, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mi egy sportbarát kormány vagyunk, és a tetteink ezt igazolják is. Szeretnénk, hogyha minél több gyermek sportolna, szeretnénk, hogyha azok a műhelyek, azok az akadémiák, azok a kiváló edzők által vezetett klubok kiválóan tudnának működni, és semmiféle anyagi gonddal nem kellene küszködniük. Ezért aztán a kormánynak az az álláspontja, hogy minden értelmes sportágfejlesztési célkitűzést támogat, hiszen az a célunk, hogy minél több gyermek sportoljon. Az 5 látványcsapat sportágban az elmúlt 4 évben közel 100 000-rel több gyermek sportol utánpótlás korosztályban. 234 ezeren sportoltak a 2010-11-es bajnoki szezonban, most ez a szám már 331 ezer fölé növekedett ebben a bajnoki évadban. Ez egy óriási növekedés. Nyilván a mindennapos testnevelés bevezetése ehhez még ugrásszerűen nagyon-nagyon sokat hozzátett, hiszen sok-sok gyermek, sőt a gyermekeink döntő többsége sajnos, mintegy 3/4 részben kizárólag a testnevelés órák alkalmával sportol. De azzal, hogy heti 5 órára növeltük a testnevelés órák számát, ezzel jelentős mértékben igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyermekeink egészségesebb emberekké nőjenek majd föl, tehát szellemiségben is és fizikumban is egészségesebbek legyenek. A helyzet az az, hogy a kiemelt edzői program keretében mintegy 7 ökölvívó edző részesül, tehát az állam biztosítja ilyen módon a megbecsülését is, ki is fejezi az ökölvívó edzők felé is. Én bízom benne, hogy ez a szám majd növekedni fog. Ez egyébként célja az Ökölvívó Szövetségnek is. Célja az Ökölvívó Szövetségnek, hogy mintegy 4 akadémiát fölépít. Ugye az egyik már működik, a Papp László Akadémia Hajdúszoboszlón, de ugyanígy Győrben, illetve Budapesten és Nagykanizsán kívánja ezeket fölépíteni. Nagyon-nagyon fontos, hogy az egyesületek, a műhelyek is kapják meg a szükséges támogatásokat, és én bízom benne, hogy ennek hatására minél több gyermek választja majd az ökölvívást is. Az ökölvívás az előbb elmondott értékek mellett a nevelés egyik fontos eszköze is. Mindig elmondom, hogy a ring az egyben egy olyan küzdőtér, amely az élet kicsiben. Talán egy kicsit egyszerűbb a ringben küzdeni abban a vonatkozásban, hogy látható az ellenfél, de viszont a pofonok egyértelműbbek, mint az életben. Az életben sok esetben hátunk mögött történnek dolgok, és nem mindig látható az ellenfél. De ettől függetlenül az életre nevel az ökölvívás. Tudjuk, hogy az első pofon a legnagyobb, aztán a többit persze, ugye, ahogy a dal is szól, megszokod. De egy biztos, hogy a gyermekeink nevelése szempontjából a tisztelet, az önismeret gazdagodása, a kitartó képesség erősítése, az állóképesség növelése, az önkontroll, az önfegyelem erősítése mind-mind szerepet játszik.
Úgyhogy ezért a nevelés eszközeként is nyugodtan lehet ajánlani bármely gyermeknek, aki kedvet érez az ökölvívás iránt, és egyre több lehetőség adódik íme itt a Madárfészek Ökölvívó Akadémián is, úgyhogy örülök annak, hogy tovább bővül, gyarapodik, erősödik a hazai ökölvívás egy újabb központa. Köszönöm szépen. És köszönöm az önkormányzatnak, köszönöm az elnök úrnak, Zsoltnak, mindenkinek, az Olimpiai Bizottságnak, aki ebben közreműködött, mert egy újabb alkotás lehetőségét láthatjuk itt most, és ez a munka hamarosan elindul. Én bízom benne, hogy sok-sok újpesti gyerek és más szomszédos kerületekből ideérkező, vagy akár az ország különböző pontjairól is ideérkező gyermek találja meg majd itt a helyét. Köszönöm szépen. Jobb egyenes ide. Nem. Nem húzom, nem fogom, nem is keményebb menek. Vigyázzunk kell magam. Igen? Csak a jobb kis kivezetre. Jó. Nos. Még egyszer. Odigyel. Legyen kicsit átért úr. Köszönöm a tessék. Azaz. Nézzék bele az ütésbe. Úgy, és a bal. Bal jó. Á, és keresztbe. Hogy keresztbe?